Joseph Addisont idézve, három dolog nélkülözhetetlen a boldogsághoz: cselekedni, szeretni, reménykedni. Lakatos Irén vagyok, a Cikta Cipőgyár Kft. Ügyvezetője. 1955. második hó 6-án Bácsalmáson születtem. Szüleim munkás családból származtak. 1961-ben költöztünk Martfűre, ami számomra meghatározta az egész életemet, mert itt éltem, vagy élek a mai napig. 61-ben kezdtem az általános iskolát is, és a tanulmányaimat, az általános iskolai tanulmányaimat itt Martfűn végeztem. Az általános iskolai tanulmányaim befejezése után Szolnokra a Tiszaparti Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolába mentem tanulni. Hát egészségügyi dolgozó szerettem volna lenni, de egy családi tragédia a második tanév elvégzése után az egészségügyi pályámat azt keresztbe törte, és utána úgy is éreztem, hogy én az egészségügyi pályán nem tudnék dolgozni. Ezután, amit én mindig tiltakoztam ellene, hogy én nem fogok a cipőgyárba menni, mégiscsak oda kerültem, mert az volt kézenfekvő ebben a nehéz időszakban, a életem nehéz időszakában, és bekerültem a Martfűi Tisza cipőgyárba dolgozni. Nyilván így semmilyen képesítésem, semmilyen tudásom nem volt ehhez a szakmához. Akkor még Martfűn 6000 ember is, nél is több dolgozott a Tisza cipőgyárban. És amikor én ott elkezdtem dolgozni, akkor engem a ottani művezető meg akart tanítani varni, és ezt én úgy gondoltam, hogy nekem ezt meg kell tanulnom, de ez borzasztó, hogy én semmihez itt nem értek, és semmilyen iskolám nincs semmihez. És azért úgy magamban mondogattam mindig a Szabó Lőrinctől a Lóci óriás lesz versből, hogy megmutatni, hogy mit tudok. És ez úgy motiválta az egész életemet, hogy azért, hogy keresztbe tört valamiért az életem, még én majd szeretném megmutatni, hogy én ettől többre vagyok képes. Ez a cipőgyártás, ez, vagy a cipőipari munka, ez úgy alakult, hogy már most 43 éve vagyok ebben a szakmában, és a Tisza cipőgyárban az összes munkaviszonyom ott telt, de úgy alakult, hogy a privatizáció kapcsán egy osztrák céghez kerültem én. 89-ben, tehát 20 évig dolgoztam ebben a Legero Hungária cipőgyártó Kft.-ben, de mivel ő kivitte a gyártását Romániába, így én azt gondoltam, hogy én ezt a munkát csak szeretném megtartani azoknak az embereknek, akiknek én a vezetője voltam 20 éven keresztül, és a tulajdonostól megkértem vállalkozásba ezt a munkát, és 2009-től lettem én ennek az ügyvezetője, mert megkaptuk ezt a munkát, úgyhogy vállalkozásba elvihettük. Hát a mai napig is ebben a vállalkozásban dolgozom, és a gyerekem és az unokám születése után az életem főművének tartom ezt a munkahelyet. 2009-ben a gazdasági válság közepén jutottam olyan helyzetbe, hogy a hosszú cipőgyári munkás éveim után majdnem, hogy munkanélkülivé válok, ami számomra nem volt elfogadható, mert mindig nagyon kapaszkodtam abba, hogy munkánk legyen. És nyilván akiknek a vezetőjén addig voltam, azok is nagyon akarták, hogy tovább is legyen munkájuk. És a Legero Kft.-ben a 20 év, amit együtt dolgoztam én ezzel a csapattal, mindig a fejünk fölött lebegett, hogy el fogja vinni Magyarországról a munkát. És én már azelőtt egy évvel, mielőtt bejelentették, hogy elviszik Magyarországról ezt a termelést, eldöntöttem, hogy én mindent meg fogok annak érdekében tenni, hogy Magyarországról ne tudják elvinni, vagy ne vigyék el. És egy évig én készültem erre, hogy mit mondok akkor, ha bejelentik, hogy elviszik a munkát, és hát elég jól felkészültem arra, hogy megkérjem vállalkozásba. Nekem a családomnak van egy kisebb vállalkozása, és oda már adtak nekünk ezekből a munkákból, amiről szó van, és tudtam, hogy körülbelül nyereségbe hogyan lehet ebből kijönni, és azzal kalkuláltam, hogy ha ezt odaadnák, és ezt az árat megadnák, akkor úgy gondolom, hogy ha nem is nyereséggel, de nullszaldósra ki tudjuk hozni ezt a munkát. Megkértem a tulajdonos levélben is, és a képviselője által üzenetben is, hogy adja oda vállalkozásba ezt a munkát, amit el akar vinni 2009. augusztusában.
és akkor azt a választ kaptam, hogy mert hát hogy gondolom, és nagyon csodálkoztak rajta, de nem igazából volt sok támogatóm ebben a témában, de a férjem mindig biztatott, hogy igenis jó úton vagyok, én menjek csak ezzel kapcsolatban tovább, és ő fog segíteni engem mindenbe. A tulajdonos kedvező választ adott, ami még lehet, hogy engem is meglepett, és azt mondta, hogy odaadja ennek a termelésnek a szabászati és a tüzödei részét, és a tüzödei résznek a felét, mert a szabászatot az egészet egy modellcsaládnak, a tüzödei részét meg a felét. És 2009-ben meg is alapítottuk a Citta Cipőgyár Kft-t 5 másik magyar állampolgárságú ismerősömmel vagy kollégámmal, akiket az ő területükön a legjobbnak tartottam. És nagyon nagy fába vártuk mi ekkora fejszét, mert segítséget mi igazán senkitől nem kaptunk. A tulajdonos adott a gépek vásárlásához kedvezményt, de mi a kis pénzünket vittük be, hogy ebben a cégben mi el tudjunk indulni, és akkor 42-43 fővel kezdtünk, és ma ennek a cégnek a létszáma 132 fő. Én úgy gondolom, hogy erre mi mindannyian büszkék vagyunk, bár most nem 6-an vagyunk tagok ebben a cégben, hanem 5-en, de mi mindannyian büszkék vagyunk erre a művünkre, mert az nem csak nekem, hanem a többi társamnak is a védete főműve, azt gondolom. Mint mondtam, a cég alapításakor nem sok támogatást és segítséget kaptam én ehhez a cég alapításhoz. A férjem volt a legnagyobb segítőtársam, és akkor én eldöntöttem, hogy én szeretném, ha a legjobb szakemberek kerülnének ebbe a cégbe, és én megkerestem őket, hogy vállalkoznának-e arra, hogyha ideadják nekem ezt a munkát, akkor ők a tagtársaim lennének. Mondhatom, hogy ők első körben azt mondták, hogy természetesen és boldogan, és így én akár az ügyvédet, akár a gazdaságvezetőt, akár a munkaügyest, akár a technológust, akár a szerelőt, tehát mindegyiket olyat kerestem meg, akit én fontosnak tartok egy ilyen termelő üzemnek a működtetéséhez. Nem mondom, hogy 6 között nem voltak konfliktusok, mert mint a házasságban is össze kell csiszolódni, nyilván a munkában is össze kell csiszolódni, de mondhatom, hogy mi nagyon-nagyon együtt dolgoztunk azért, hogy ez a Kft. Augusztus 2-ával, mert 2-ai nappal indult meg a termelés, és megmondták, hogy 1500 pár a napi terv, és hogy mi ezt az első napon tudjuk teljesíteni. Azok a dolgozók jöttek, hívtam én magamhoz, akik nyilván az előző munkahelyem és men is a dolgozóim voltak, és mi egy osztrák cégnek gyártunk cipő felső részt, és ezek ilyen házi cipő jellegűek, és az 1500 párat ez a csapat, mivel mindenki munkanélkülivé vált ekkor, és azt úgy érzékelni lehetett, hogy amikor megalapítottuk ezt a céget, és ez a létszám bekerült, ez a 41-nehány fő, akkor nagyon egy akarattal, egy gondolattal vittük mi ezt az egészet, és nagyon jó csapatot hoztunk létre. És az látszódott, hogy mi olyan akaraterővel dolgozunk közösen, hogy miközben augusztusban 1500 pár volt a termelésünk, vagy január 1-től már 3000 párra emelkedett, mert azt a másik felét, ami volt a termelésnek, és mégiscsak kivitt Romániába, azt visszahozta Magyarországra. És 2010-ben már 3000 páras mennyiséggel dolgoztunk, de ez évről évre emelkedett ez a termelés, és azt kell mondanom, hogy a tulajdonos, mikor eljött hozzánk meglátogatni, mert kíváncsi volt ránk, akkor azt mondta nekem, hogy ő arra volt kíváncsi, hogy ilyen kicsi pénzből hogyan tudunk mi Magyarországon nyereséget termelni. És hogy nagyon boldogan látta, hogy ez a termelés ez mégiscsak megvalósítható ebből az árból is, mert azt is meg kell mondanom, hogy ahhoz, hogy Magyarországon maradjon ez a gyártás, én a romániai ár alá kellett, hogy menjek egy kicsit. De mi mindent elkövetünk a mai napig is, mivel 5 éve ugyanezzel a Normapert szorzóval dolgozunk, hogy nyereségesek legyünk, és nem arra várunk, hogy adjon valaki nekünk valamilyen támogatást, hanem mi a saját erőnkből, szervezésünkkel, meg a munkánkkal azon vagyunk, hogy nyereséget termeljünk, és a mai nap 4600 pár a termelés, és azok a dolgozók, akik valamikor az én munkahelyemen, az én dolgozóim voltak, azok szinte 100%-ban oda kerültek már a céghez, és egy nagyon jó csapatot alkotva, nyilván csak úgy tudjuk ezt a nagy párszámot megcsinálni, mert aki a cipőgyártáshoz ért,
azt tudja, hogy ez még textilcipőből is nagyon-nagyon sok megfogni is nem, hogy legyártani. De mivel nagyon jó a kollektíva, ha nekünk azt mondják, hogy 4000, akkor 4000-et csinálunk, ha 4500, akkor annyit, ha 5000, akkor biztos annyit is majd meg tudunk csinálni. Munkás családból származom, édesapám az hentes volt, az édesanyám pedig háztartásbeli. Az édesanyám gondoskodott arról, hogy a családban mindig a szeretet legyen a legfontosabb, és ő mindig arra is tanított bennünket, hogy ha ajándékozunk valakinek, akkor saját magunk készítsünk, és az lesz a legnagyobb ajándék. Sajnos ő 4 évvel ezelőtt meghalt, ami számomra mai napig nagyon nagy törés, mert nem igazából tudom ezt úgy feldolgozni, pedig hát ez az életrendje, hogy az idősebbek azok meghalnak. Nekem nagyon jó kapcsolatom volt a férjem szüleivel is, sajnos az anyósom is ugyanabban az évben halt meg, amikor az édesanyám, és így nagyon nagy csapások érték a családot. Ők is nagyon szurkoltak ennek a cégnek, hogy ez létrejöjjön, mert nagyon nehéz időszak volt ez a Mart, vagy abban a Szolnok megyei régióban, mert hát Martfűről azt mindenki tudja, hogy egy nagyon nagy létszámot foglalkoztató cipőgyár volt. A férjemmel 37 éve élünk boldog házasságban, ebből a házasságból fiunk Rajmund született 1978-ban. Ők aztán, a fia megnősült 2000-ben, és a menyem is nagyon a családba illik, úgyhogy nagyon meg vagyok elégedve a választással, és másfél évvel ezelőtt született egy kisfiú unokánk, Áronka, aki nyilván a férjemnek is, meg nekem is a szemünk fénye. De nekem van 2 nővérem is, akikkel nagyon jó kapcsolatunk van a mai napig is. Az anyukám halála után pedig még szorosabb lett közöttünk ez a kapcsolat, mert azt gondolom, hogy egymásnak pótolni akarjuk ezt, hogy nem élnek a szüleink, és tehát mind ilyen napi kapcsolatban vagyunk egymással, és mindannyian a másik elért sikereinek örülünk, meg abban támogatjuk, meg segítjük, hogy hát minél magasabb eredményt, meg jobb eredményt tudjon elérni. Szabadidőmben nagyon szeretek kézimunkázni, erre is az édesanyám tanított meg valamennyiünket, és én fontosnak is tartom, hogy egy nő azért legyen olyan, aki tud különböző kézimunkákat elvégezni. Én ezt a modern keresztszemes hímzést varrom, és amikor egyik évben így ajándékot szerettem volna adni a tulajdonosnak, aki nekünk ideadta ezt a munkát, és ennek a sok embernek munkája van ezáltal, sokat gondolkoztam, hogy mivel lehetne megköszönni azt, hogy nekünk ezt a munkát ideadta, mert mondom, ebbe senki nem reménykedett, és eldöntöttem, hogy fogok neki hímezni egy arcképet őróla. Elég nehéz volt ennek a megalkotása, mert a fotót beszerezni se volt egyszerű, és tavaly karácsonyra készült el ez a munka, hosszú ideig vartam ezt én, és a férjem poénkodott is velem, mert mikor lefeküdtünk és néztük a tévét, akkor is én ezt címeztem, és mondta, hogy ő már nagyon unja, hogy másik férfi is fekszik az ágyba. De elkészült ez az alkotás, és azt gondolom, hogy nagyon szíven ütötte ezt a tulajdonost, mikor én elküldtem, hogy megajándékozzam vele karácsonyra, és megköszönjem vele azt, hogy ő nekünk ezt a munkát biztosította, és hogy ennyi embernek ennyi idő óta folyamatosan adja a munkát, és remélem még nagyon hosszú ideig fogja ezt biztosítani.